Gróf Széchenyi István leszármazottjával találkoztak a Széchenyi diákok csornán. A vendéget ünnepi műsorra lepték meg. Én Magyarország férfias felgyulladás után sóvárgok. Minden, bármi hasznos legyen is egyéb iránt, mi a végcélhoz nem vezet, nem közelít, nem elégíti ki lelkem szomját. Ezeket a bölcseleteket, sorokat a reformmozgalom vezető egyénisége, iskolánk névadója, gróf Széchenyi István írta, jegyezte le naplójában. Hitvallása, mélységes hazaszeretete, követendő példaként áll. Széchenyi hírét, a láng és csodáit, ragyogja minden, távol és közel. Áldozni még gyerünk, áh, oly sokáig nem értük, Széchenyi szívéhez el. Nem láttuk, e szív, néha mit palástor, hordván közöny havát és gúnyjegét, hogy óvni gyönge csíráit fagyástól. Gróf Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben. Édesapja, Széchenyi Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója, édesanyja az első magyarországi gazdasági felsőiskola, a Georgikon alapítójának gróf Festetics Györgynek leánya Julianna. István gróf gyermekkora jelentős részét Nagyszenken töltötte. Már fiatalon is mély magyar nevelésben részesült. Középfokú iskoláit magánúton végezte, de nyilvánosan magyar páterek előtt vizsgázott.
Apja akarata szerint 17 éves korában katona lett. Mint bátorságával kitűnő főhadnagy részt vett a győri csatában, majd az ezt követő napóleoni háborúkban. Nagy tetteket akart véghez vinni, de a katonaságból és vérontásból hamarosan kiábrándult. Rengeteget utazott, bejárta Törökországot, Kelet- és Nyugat-Európát egyaránt. Ekkor döbbent rá hazája elmaradottságára. Élet céljául nemzetes sorsának előmozdulását tűzte ki. Megfeszített munkájához, nemzetszolgálatához hazaszeretete adott erőt. 1825-ben a Pozsonyi Országgyűlés alsóházi ülésének vendégeként nagyvonalú felajánlásával megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát. Ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágaimnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Ezen felajánlás előtt néhány héttel a felsőházban elsőként magyarul szólalt fel, amit korszakalkotó tettként jegyez fel a történelem. A magyar nyelv fontossága élete végéig foglalkoztatta. Szinte lehetetlen teljességgel felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett nem. 1825 első lótenyésztő egyesület létrehozása, lóversenyek meghonosítása. 1827 nemzeti kaszinó alapítása. 1828-tól jelentős könyvei jelennek meg. Hitel, Világ, Stádium, Hunnia, Kelet népe. 1831-től kezdve dunai és tiszai gőzhajózás előmozdítása, részvétel a Pesti Hengermalom, Vasöntöde és Kereskedelmi Bank alapításában létrehozta az óbudai hajógyárat, nevéhez kötődik a déli kikötő, a balatoni gőzhajózás, a Lánchíd, a Selyem, gáz és cukorgyár, a Magyar Gazdasági Egyesület, a Duna-Tisza csatorna építése. Közben foglalkoztatta a Magyar Nemzeti Színház ügye is. Király biztosként irányította az Alduna és a Vaskapu szabályozását. Az aldunai út megépítését ezt később róla nevezték el. Megindítója Tisza szabályozási és ármentesítési munkáknak. Szorgalmazta a magyar vasutak építését, lehetőleg olyan megoldással, mely szerint a vonalak érintsék az ország szívét. Minden erejével dolgozott azon, hogy Pest, Buda, ikervárosokból Budapest magyar nemzet fővárosa legyen, ami halála után meg is valósult. De a gondolat megteremtője és szorgalmazója Széchenyi István volt. Politikai pályafutását is Magyarország újjáépítésének szolgálatába állította. Országolító munkája eredményeként nevezte előtt Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak, Kemény Zsigmond pedig a leghívebb magyarnak. Az 1848. áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka és a közlekedés ügyi miniszteri tárcát kapta. Bécs és a független magyar kormány közötti feszültségeket azonban nem volt képes elviselni. Hazám, hazám, édes hazám, bár csak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, az ég alatt sötét ellik. Édesanyám, gyújtj el gyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem éles tejet, aprít vele lány kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű is a vagyú is, néha-néha sírat. Thank you.
nem hal meg az, ki milliókra költi dús éltekincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik, melyhez tekint fel az utód erénye. Óhajt, remél, hisz és imádkozik. Kedvesebb előttünk az, amivel bírunk. Az a levegő a legegészségesebb, amelyben születtünk, s melyet mint gyermek magunkba szívtunk. Bejárjuk a világot, megszeretünk mindent, ami utunkba esik. De utoljára mégis visszatérünk a régi hazába, a régi kedveshez. Felkérem meghívott vendégünket, Széchenyi Sándort, aki Széchenyi István testvérének, Széchenyi Ferencnek az ükunokája, szóban köszöntse iskolánk tanulóit. Jó napot kívánok! Ez az első magyar nyelvű beszédem. Örülök, hogy találkozunk. Argentina vagyok, de magyarnak neveltek. És magyar vagyok, itt van a szívem. Nagyon köszönöm a meghívást. Megtiszteltetés, hogy én lehetek veletek Széchenyi István születésének évfordulóján. Nagyon jól tudjuk menni mindent Széchenyi István. Arra kérlek benneteket, hogy kevesetek példáját. Az országot tisztelő hozzáállását. Tanulj, készülj az életre, légy őszinte. Válaszd meg jól az utadat, és mindenek előtt keresd a boldogságot. És az ország boldogulásán. Boldogulását, bocsánat. Sok szeretetel olelek ezen a mai jeles napon. Széchenyi egynek minden nehez, sokaknak semmi sem lehetetlen.
Es un honor y una emoción muy grande para mí estar frente a ustedes. Hatalmas megtiszteltetés és nagyon megható számomra, hogy itt lehetek ma veletek. Solamente quiero decirle que sigan los pasos de István y de toda la familia Széchenyi, que ha hecho tanto por Hungría. Csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy kövessétek Széchenyi István példáját, hiszen ő annyi mindent tett Magyarországért. Ustedes tienen que ser los próximos que hagan tanto para que Hungría sea grande. És nektek kell lenni következőknek, azoknak, akik szintén ilyen nagy tetteket hajtanak végre, hogy Magyarország nagy legyen. Sean honestos, siempre vayan con la verdad para que les vaya bien en la vida. Legyetek alázatosak, és mindig az igazság mellett menjetek, és azt tartsátok a legfontosabbnak. Al final de cada día, miren hacia atrás y piensen y digan qué he hecho hoy de mi día. Y si han hecho mucho, será estará bien, y si no han hecho tanto, el día de mañana lo corregirán. És minden nap, amikor majd nyugalomra hajtjátok a fejeteket, akkor gondoljátok végig a napotokat, és vessetek számot, hogy mindent már tettem, mindent hoztam a mai napból. Ha igen, akkor legyetek nagyon elégedettek, és ha nem, akkor pedig minden nappal egy új nap kezdődik, amikor bármit megtehettek. Sean empáticos y ayuden a su prójimo. No hay nada más lindo que ayudar a las otras personas, así como también lo hizo István Széchenyi. Legyetek együttérzőek, és mindig segítsetek a fele barátaitoknak, mert nincsen nagyszerű dolog annak, mint megsegíteni másokat, mint ahogy a Széchenyi István is tette. Son unos pequeños consejos con los que he sido educado en la cuna de mi familia y no quería dejar pasar esta oportunidad para decírselos. Ezek azok a jó tanácsok és alapértékek, amelyek mentén én is nevelkedtem otthon a családban, és meg akartam most ragadni a lehetőséget, hogy nektek is továbbadjak ezekből néhányat. Sean honestos, sean correctos, estudien, ayuden al que más lo necesita, ayuden a la persona que está en la calle, ayuden a sus abuelos, ayuden a cada uno que más lo necesite, y serán nobles, y ahí comprenderán que la nobleza no es un papel que se hereda, sino es un acto de cada día. Legyetek becsületesek, tanuljatok, és ne felejtjétek, hogy mindig segítsetek a társaitoknak, azoknak, akiknek nincs hajlékuk, és mindenkinek, akinek szüksége van rá. És akkor majd megértitek, hogy a nemesi címet az nem öröklődik, hanem azért tenni kell nap mint nap, azért meg kell harcolni. Y por último, no me gustaría que este sea un único encuentro, me gustaría que este sea el comienzo de algo. Visitaré Hungría cada año y me gustaría visitarlos a ustedes y hablar con ustedes, ver cómo van y ayudarles. Tanto mi esposa Mónica como yo hemos sido profesores de educación física, profesores de tenis, hemos formado muchos jóvenes. Y no hay nada mejor que educar los jóvenes para que el país sea grande. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez nem az első és utolsó találkozás itt veletek. Szeretnék visszajönni Magyarországra minden évben, feleségemmel, Mónikával együtt. Mi is testnevelő tanárok voltunk egész életünkben, és nincsen nagyszerűbb dolog az életben annál, hogyha gyermekeket nevelhetsz, hogy annak érdekében, hogy az ország nagy legyen és fejlődjön. Amo Hungría y amo a cada uno de los húngaros como si fuesen mis hermanos. Hagan lo mismo. Imádom Magyarországot és minden egyes magyart, úgy, mintha a testvéreim lennének, és ti is tegyétek ugyanezt. Ha sido siempre mi país, he sido educado como húngaro en Argentina, pero siempre mi corazón ha estado acá. És mindig is magyarnak éreztem magamat, ha bár Argentinában nőttem fel, de a szívem mindig itt volt Magyarországon. Soy una parte muy chiquita de la diáspora. ¿Saben qué es la diáspora? Én a magyar diaszpórának egy nagyon picike kis részecskéje vagyok. Tudjátok, hogy mi ez a diaszpóra? No lo sabe.
La diáspora es algo que ha sucedido después de las dos grandes guerras, sobre todo después de la Segunda Guerra, donde las familias, algunas de las familias, o todas, no lo sé, que han hecho tanto por Hungría, han sido expulsadas de Hungría o tuvieron que irse. No obstante, nos siguieron educando como húngaros. Y esa diáspora, que ustedes también la tienen acá al norte, en Eslovaquia, en Transilvania, pueblos que han quedado fuera de Hungría. A diáspora es az a dolog, ami a két világháború után történt, de főleg a második világháború után. Sok olyan magyar, aki sokat tett az országért, Magyarországért, el kellett, hogy hagyja az országot, vagy elüldözték innen. És magyarként neveltek minket szerte a nagyvilágban, de nem élhettünk ki Magyarországot. Ugyanúgy, mint ahogy ez megtörtént a környező országok magyarjaival, Felvidéken, Erdélyben. Y uno de los efectos de la diáspora es la diseminación de la familia. En el caso de la familia Széchenyi, cada uno se fue para donde se pudo ir. Hay Széchenyi en África, en Australia, en América, en Argentina, en Chile, en México, en Europa, en Alemania, en Austria, en Francia. Y eso ha hecho que no nos conozcamos hasta hace unos años, que nos empezamos a conocer. Yo tengo primos hermanos en España que no había conocido. Y esta va a ser la segunda que los voy a poder ver. Y esas son cosas muy tristes que han pasado. És ugye ennek az az egy súlyos következménye, hogy szemesztét szólottunk a világban, élnek széchenyiek Afrikában, Argentinában, Chilében, Kínában, Európában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban, szinte minden országban a nagyvilágban. És ami még szomorúbb, hogy nem is tudtunk egymásról, nem volt közöttünk kapcsolat, nem is ismertük egymást, csak néhány éve sikerült fölvenni egymással a kapcsolatot. Nekem élnek unokatestvéreim Spanyolországban, és nem régen tudtam meg, hogy vannak unokatestvéreim Spanyolországban, és most másodszor fogom őket látni egész életemben. Pero me gustaría, si puedo, y me permiten los docentes y la señora directora, dejarles una tarea para que hagan en la casa para los próximos días. No tiene que ser para el lunes, pero que en las próximas semanas lo puedan resolver. Y que es que investiguen sobre la diáspora. És hogyha a tanáraitok és a kedves igazgató azt, hogy megengedi, akkor szeretnék nektek feladni egy házi feladatot. Nem kell, hogy hétfőre elkészüljön, de akár a jövő héten már foglalkozhattok vele, hogy kicsit beszélgessetek arról, hogy mi is ez a diaszpora. Kicsit tanulmányozzátok és kutakodjatok a téma felől. Y como último mensaje, si pueden ayudar a cualquiera que esté en la diáspora en los países vecinos, o como en el caso nuestro que estamos más lejos, para que se reintegre a Hungría, háganlo y no permitan que haya más diáspora para nadie. És egy utolsó üzenet a számotokra, hogyha ismertek valakit, aki Magyarországon kívül élő magyar, és egy picit is tudtok neki segíteni, hogy ide visszatérjen, vagy kapcsolatot tudtok vele építeni, akkor tegyétek meg, hogy ne történhessen meg többé az, ami megtörtént. Hay una canción muy linda de la diáspora. Van egy nagyon szép dal, ami erről szól, a diaszporáról. Mi a neve? Y si podemos romper con el protocolo y lo permite la directora, seguro que Nandi lo tiene en su teléfono. Y si podemos cerrar cantando esta canción, sería fantástico. Todos juntos. Los invito a cantarla. Hogyha csak annyit kérdesen, vagy ha az igazgató engedné, hogy ezt elénekeljük közösen, de akkor ezt majd később a könyvtárban még fogtok tudni találkozni vele. Megkérem az osztályok képviselőit, hogy helyezzék el a megemlékezés virágait a Széchenyi portré előtt. Yeah.
Stalin con 16 años, estaba en la escuela militar Levente, entró a la guerra y se escapó a sus 17, 18 años. Y Ildiko, mi madre, Kolozs Barikis, que se tuvo que escapar de la guerra con 4 o 5 años. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden magyart, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy meghívást kaphattam a Széchenyi István emlékére rendezett ünnepségem. Az én származásomról, hogy én magyar származású vagyok, édesapám és édesanyám is magyarok voltak. Édesapám Széchenyi Géza, aki 16 éves korában Magyar Levente iskolában tanult, ott katonaképzőben vett részt, katonaképzésben részesült, és 17-18 éves korában kellett elmenekülnie itthonról gyakorlatilag, ahol tehát a háborúban vett részt, és utána kimenekült Magyarországról. Édesanyám Ildikó Kolozsvári kis Ildikó, aki 4-5 évesen, 4-5 éves volt, mikor háborúdult Magyarországon, és akkor hagyta el Magyarországot. Mis abuelos también llegaron a la Argentina, dos de ellos, los abuelos maternos, Isván Kolozsvári kis, también participó de la guerra como coronel, y mis otros dos abuelos por parte de mi padre, Lajos Echeni y Emma Teleki, también llegaron a Argentina después de la guerra, aunque a ellos no los conocí porque fallecieron muy jóvenes. Az anyai és az apai nagyszüleim is kikényszerültek, ők is részt vettek minden négyen a háborúba, és ők is Argentinába kerültek. Anyai részről tus abuelos por de tu madre? Kolozsvári kis István és Paksi Alicia, ők édesanyám részéről, és Széchenyi Lajos és Emma Teleki pedig édesapám részéről minden négyen részt vettek a háborúban, és végül menekülésre kényszerültek. El lenguaje del hogar era el húngaro, hasta mis 8 años que mis padres se separaron. O sea que hablé el húngaro hasta los 8 años y después por algún motivo hice un bloqueo emocional y no lo hablé más. Ahora nos encontramos junto con Mónica estudiándolo, el idioma. Egészen 8 éves koromig otthon magyarul beszéltünk, utána sajnos a szüleim elváltak, és olyan érzelmi gát keletkezett bennem, hogy onnantól kezdve már nem beszéltem magyarul, de most a feleségemmel újra elkezdtünk magyarul tanulni. Las canciones navideñas, todos los festejos típicos de Hungría se cantaban en húngaro y los festejos eran típicos húngaros, las mesas también. Fuimos educados como húngaros. Otthon minden a magyarságunkról szólt, a karácsonyi dalok, az énekek, a magyar ünnepek, tehát minden magyarul értünk, magyarul neveltek minket. Y si bien nunca nos hablaron de la familia, de lo que quedó acá en Hungría y de muchas cosas de la historia, nosotros sentíamos que éramos húngaros y con mi hermano Gyula, a quien traje este año a Nagyen, que está junto con la ceniza de mi padre, a quien traje en 2022 también, nos preguntábamos por qué estamos en Argentina si somos húngaros. És ennek ellenére valahogy a származásunkról soha nem meséltek nekünk, és a testvéreimmel mindig kérdezgettük, többek között Gyula, a bátyám, akinek a hamvait most hoztam el ezen az út során, a Nagycenki mauzóleumba, ott temettük el most nyáron, és a testvéreimmel kérdezgettük egymást, hogy nem is értjük, hogy miért vagyunk mi itt Argentinában, mit keresünk mi itt magyarként, amikor magyarul beszélünk, magyarként nevelnek minket, de mégis egy idegen országban élünk, ezt egyáltalán nem értettük. Y ese fuego o esa cultura húngara se fue apagando después de la separación, donde las cosas cambiaron. No obstante, siempre tuve ese calor por Hungría y pensé que siempre algún día vendría, pero llegó un momento de mi vida, hasta los 50 años, que me sorprendieron con un regalo para venir a Hungría, cosa que yo ya pensé que no iba a poder hacer nunca. A partir de ahí pude volver y empezar a buscar la historia, a encontrarla, porque han hablado muy poco de la historia, han hablado muy poco de la familia y me encontré con muchas cosas y sobre todo es el día de hoy que me estoy encontrando con mi familia. És
És ugye, ahogy említettem is, nem is értettük, hogy mit keresünk ott, és nem is meséltek nekünk a magyar történelemről, amíg egy fordulópont következett be az életembe. 2014-ben az 50. születésnapomra a barátaim és a feleségem megleptek engem egy repülőjeggyel. Én korábban azt hittem, hogy nem is fogom már látni Magyarországot, mert ugye ez a magyar tűz, amit még kicsi koromban kaptam, ez egyre inkább kialudt, egyre inkább halványodott, de valahol legbelül mindig éreztem azt, hogy vágyódom ide, és belül magyar vagyok, és de annak a reménye, hogy vissza tudok jönni, egyre inkább elhalványult, míg nem a párom meglepett egy repülőjeggyel, és 2014-ben életemben először el tudtam jönni Magyarországra. Ez számomra egy nagyon nagy érzés volt, és nagyon hihetetlen volt, mert azt hittem, hogy ez már soha életemben nem fog megvalósulni. Egy Széchenyinek mit jelent az, hogy ha Magyarországra érkezik, és mondjuk Budapesten, nagyon sok mindent lát, ami a Széchenyiek nevéhez fűződik, hát a Lánchíd. Tehát sok mindent fel lehetne sorolni, intézményeket. Cuando empezamos a sobrevolar territorio europeo, lo primero que se me vino a la cabeza fue mis abuelos, quienes nunca pudieron volver, mi madre, quien nunca pudo volver, mi tía, que falleció hace 2 años, la hermana más grande de mi madre, pero que tampoco nunca pudo volver. Mi padre sí ya había vuelto, porque él volvió a vivir acá del 91 al 96, hasta que en el 96, en el tercer viaje a visitarnos, falleció en mi casa y tomé el compromiso de traerlo, pero en un momento pensé que no iba a poder traerlo nunca. Amikor a repülőgép beért Európa fölé, akkor így belém nyilalt az érzés, hogy Mit éreznének most a nagyszüleim, hiszen egyik nagyszülőm se, édesanyám se, az anyai nagynéném se tudott visszatérni már Magyarországra, halott nagyon-nagyon szerettek volna, és ez nem adatott meg nekik. Kivéve az édesapámat, aki 1991-ben visszatért, és itt élt egészen 96-ig, míg egy harmadik visszatérésekor Argentinában sajnos megbetegedett és meghalt, de ott a halálos ágyán megígértem neki, hogy a hamvait itt fogom elhelyezni a Széchenyi mauzóleumban. Bár akkor abban a pillanatban még fogalmam sem volt arról, hogy ez hogy fog megvalósulni. Y cuando llegamos al aeropuerto de Budapest y pisé el suelo húngaro fue muy fuerte. És amikor megérkezett a repülő Budapestre, és letettem a lábamat magyar földre, ez nagyon nagyon erős érzelmek jöttek elő belőlem. Además de eso, tanto 2014 cuando vine con Mónica y como en 2015 cuando vine con Tomás, no tenía contactos sociales. Yo soy muy de lo social, necesito el abrazo, necesito sentir. Entonces fueron 2 viajes muy lindos para conocer y para pararme en cada monumento y para recorrer la historia, pero faltaba algo, faltaba ese afecto con el húngaro, con el pueblo húngaro, que era muy difícil. És 2014-ben, úgy mint 2015-ös utazásom során mind a két út gyönyörű utazás volt, és megnéztem minden nevezetességet, amit csak tudtam, és tényleg szép volt, és jól éreztem magam, de éreztem, hogy hiányzik valami. Egyszerűen nem tudtam kapcsolódni akkor a magyar néphez. Én egy nagyon szociális ember vagyok, én szeretem megölelni az embereket, és szeretek kapcsolódni, de akkor még ezt nem tudtam megtenni az első két utazásom során. Pero en 2022, cuando pudimos volver después de la pandemia, Dios siempre ayuda y eso es una gran verdad. Me puso en el camino a estas 2 hermosas personas como son Reca y Nándor, que me abrieron las puertas primero de mi pueblo. En 2014 y 2015, cuando vine con Mónica primero y mi hijo después, pasé por el pueblo, por Choconiavillonta y por muchos lugares que eran de la familia y me sentía vacío porque no podía... No sabía qué puerta golpear, dónde ir, y faltaba algo. Y ellos, cuando vinimos en 2022, me pidió permiso Nándor para avisar al alcalde de Choconiavillonta, quien me esperó. Fui a visitar el hogar de ancianos, y a partir de ahí se abrieron muchísimas puertas. Y se los agradezco enormemente porque me han ayudado a empezar a reinsertarme en Hungría, y este viaje aún más, porque... Esto es lo que quiero hacer, quiero poder transmitir a los jóvenes de Hungría mi experiencia y ayudarlos a crecer.
És az igazi változást a 2022-es utazásom hozta, amikor úgy gondolom, hogy Isten mindig igazgatja utunkat, és mindig jó útra terel minket, és így történt ez akkor is, amikor még 2015-ben megismertem Nándort és Rékát, Jóisten így elém hozta őket, és nekik köszönhetem azt, hogy rengeteg ajtó megnyílt előttünk, onnantól elkezdtek épülni a kapcsolatok, és különösen hálás vagyok a Csokonya-Visontai kapcsolatokért, hiszen az én nagyapám és édesapám is onnan való, de 2014-ben és 15-ben, mikor arra jártunk, akkor én nem ismertem senkit, megálltunk a kastély előtt, de egy hatalmas űr volt a lelkemben, hiszen nem tudtam, hogy kihez tudnék bekopogni, kivel tudnék beszélni, de 2022-es látogatásunk során Nándor megkérdezte, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot a Csokonya-Visontai polgármesterrel, és én természetesen igent mondtam, és onnantól kezdve nyílnak a kapuk, és ezen a mostani út során pedig különösen rengeteg embert ismertünk meg, nagyban köszönhető ez a Nándorék közbenjárásának, és most úgy érzem, hogy újra visszatértem Magyarországra, és most már el tudok kezdeni kapcsolódni, és újra részese lenni az országnak és a magyaroknak. Még két rövid kérdés. Említette, hogy testnevelő tanár volt. Röviden, hogy hol és meddig oktatta a gyerekeket? Brevemente me has mencionado que trabajabas toda la vida como educación física. Sí. Y si me podrías contar brevemente sobre tu vida profesional, dónde y qué hacías. Cuando yo decidí dedicarme al deporte, que era lo que me apasionaba, porque fue lo que nos transmitió mi padre, y este año, este viaje, descubrí que esas eran las bases fundacionales de la Escuela Militar Levente, y se lo comuniqué a mi padre, quien quería que sea médico, y yo quería ser profesor de tenis primero y después de educación física. Me dijo, tú tienes que ser médico, y digo, es lo que siento. Entonces pude hacer lo que sentía, trabajé desde los 14 años hasta los 55 como profesor de tenis, y terminé trabajando en la docencia, en el jardín de infantes y escuela primaria, enseñándole a chicos, y siento que he formado un montón de jóvenes argentinos, que eso es hermoso, y hoy quiero ayudar desde afuera del sistema, porque ya estoy jubilado, a formar a todos estos jóvenes húngaros para que sean nobles, porque el acto que ellos han hecho de abrir su corazón y que a partir de ello me han abierto su corazón un montón de familias, y hoy recibo tanto cariño del pueblo húngaro, veo también cómo tú te emocionas ante esta situación. Eso es un acto de nobleza. Por eso dije hoy a los chicos, ser noble es algo que se construye cada día y no es ningún título. Mindig is nagyon szenvedélyesen rajongtam a sportok iránt, hiszen édesapám így nevelt minket is, a Levente mozgalom alapelveit betartva otthon is, és ő is nagy szenvedélye rajongott a sportok iránt, és rám is ezt hagyta örökségül. Habár édesapám azt akart, hogy én orvos legyek, de én egyáltalán nem akartam orvos lenni, és a saját utamat akartam követni, ezért lettem teniszedző és testnevelő tanár. Teniszt oktattam Argentinában 14-től 55 éves koromig, és óvodában és általános iskolásokat edzettem, és testnevelő tanár voltam, és ez egy nagyon, nagyon nemes dolog volt számomra, nagyon szerettem nevelni a jövő nemzedékét, és 55 éves koromban nyugdíjba mentem, és most az a célom, hogy a magyar gyermekeknek is adjak ebből, és hogy itt is elvessem a magokat, amit eddig Argentinában tettem, azt most szeretném itt Magyarországon megtenni, mert ahogy mondtam is az előbb az előadásomban, nagyon fontos, hogy a nemesi címet azt nem örököljük, hanem azért igenis meg kell dolgozni nap mint nap, mert az az igazi nemes ember, aki befogadja másokat, és egy csodálatos élmény volt itt számomra, hogy megnyílnak a kapuk előttem, és az emberek, és a magyar emberek olyan nyitott szívvel fogadnak engem, és annyi szeretetet kaptam ezekben a napokban, mióta itt vagyok, hogy ez hihetetlen. És ez az igazi nemesség és a nemes tett, nem a címek. És akkor visszatér, majd ide, akár Csornai Széchenyibe is. Con la frecuencia que hiciera falta. Yo soy jubilado, tengo tiempo, mi única ocupación son mis hijos y mis nietos, de quienes quiero estar cerca, pero eso no quita que pueda venir en el año 2, 3, 4,
hemos charlado con Mónica hasta 6 meses, depende la situación, pero estoy dispuesto a venir cada vez que Hungría me necesite para poder ayudar a formar y a transmitir los valores Széchenyi desde mi familia, porque no soy yo, es toda mi familia que está atrás. En el encuentro fuimos 200 personas que nos encontramos de todo el mundo y quiero transmitir esos valores. Annyiszor jövök, ahányszor csak szükség van rám. Az egyetlen akadály, úgymond a családom, akik ugye Argentinában élnek, 2 fiam van és 3 unokám, de mindent meg fogok tenni azért, hogy minden évben tudjak jönni 2-3 hónapot, vagy akár 1 fél évet is. Arról beszéltünk most a feleségemmel, hogy akár még 1 fél évet is meg tudnánk oldani, hogy 1 fél évet itt legyünk, 1 fél évet pedig Argentinában, mert szeretném átadni a magyar szellemiséget, a magyar, vagy a Széchenyi szellemiséget, a Széchenyi értékeket a magyar diákoknak, mert ez nem rólam szól, hanem a Széchenyi örökségről és a Széchenyi szellemiségről. Es más, veo que aquí tiene un espacio hermoso para desarrollar una escuela de mini tenis que ha sido lo mío durante tantos años. El mini tenis es un tenis en espacios muy chiquitos, reducidos, para que los niños hagan sus primeras armas y con gusto lo haría en el tiempo que venga para que después lo siga adelante el programa algún profesor de educación física de la escuela. És látom, hogy itt gyönyörű az iskolátok, és nagyon szép a tornapálya is itt az iskola mellett, és itt könnyedén meg lehetne szervezni a minitenisz órákat, mert a miniteniszt egy kisebb pályán játszák, úgyhogy akár még teniszedzőként is vissza tudnék térni, és én nagyon szívesen edzeném a magyar diákokat. Muchas gracias. Nagyon köszönöm szépen. Muchas gracias a ustedes. Köszönöm én is önöknek. A program az iskola könyvtárában folytatódott, ahol közösen elénekelték a Nélküled című dalt. Yeah.
Egy népdal csokorral is meglepték Széchenyi Sándort, gróf Széchenyi István leszármazottját.